Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Németország mindent megtesz annak érdekében, hogy gyorsan sikerüljön csatlakozni a Finnországnak és Németországnak a NATO-hoz, miközben Oroszország válaszreakcióként a NATO csatlakozási kérelmekre kiutasítja a finn diplomatákat, legalábbis elkezdte ezt a kiutasítási folyamatot, és a csapatmozgásokat is követve egyes elemzők úgy vélik, hogy az orosz. Adi erő talán újabb stratégiát kéne találjon arra, hogy, hogy győzelmet érjen el bizonyos területeken. Ma este is itt a 24 pluszban az orosz-ukrán háborús helyzet aktualitásairól is beszélgetünk, de arra a kérdésre is keressük a választ, mint mindig, hogy ennek a háborús helyzetnek mi lehet a vége, hogyan lehet vége. Szóval tartsanak velünk, hiszen Oroszország szakértő van itt a stúdiumban, Hazai témával is foglalkozunk műsorunk második felében. Román oktatási rendszer, oktatási rendszernek az átszervezéséről lesz szó, és államtitkár úrral fogunk beszélgetni. Szóval a következő fél órában remélem, hogy számíthatok az önök jelenlétére is. Tartsanak velem! és Vigóczki Máté Györgyöt, Oroszország kutatót, és az MCC geopolitikai munkatársát, Oroszország szakértőjét köszöntöm itt az Erdély Magyar Televízió stúdiójában. Jó estét kívánok! Jó estét! Kezdjük az aktualitásokkal. Itt uh, különböző elemzéseket olvasva, illetve a mai hírfolyamot nézve, egyesek uh, úgy tartják, hogy az orosz egységek Hárkiv térségben Uh, úgymond kifulladtak, és, és az, hogy egyfajta uh, kudarcként uh, jellemezhető az, hogy, hogy más stratégiát, más mozgásra uh, kell számítsunk az utóbbi, a, a következő időszakban, uh, egyfajta visszavonulásra. Ön hogyan értelmezi az elmúlt két hét orosz csapatainak a mozgásait, hogy, hogy az az új stratégia, ami, amiről beszélhettünk itt két hete, az mennyire adott erőt az orosz csapatoknak, és mennyire állnak úgymond győzelemre? Harkiv környékéről rendezetten vonulnak vissza az orosz erők. Nem olyan visszavonulást látunk, mint korábban Kiev környékéről. Tehát ott mindenfajta tüzéségi támogatás nélkül visszavonultak, most viszont lövik az őket támadó ukránokat, és feltételezhető, hogy nem minden ponton vonulnak vissza teljesen az orosz határig, mert védeniük kell bizonyos az orosz infrastruktúra szempontjából elengedhetetlen célpontokat, tehát egy mélységet meg kell tartani Ukrajnában, hogy az ukrán ne lehessen ezeket majd belőni. Tehát teljes visszavonulás ilyen pillanatban valószínűleg ott nem valószínűsíthető, de olyan értelem, hogy hárkiba visszatír az élet, az már most megvalósul. A Donbassban hetek óta Próbálják körbezelni. Bekerítési akció. Így van. Röpa. Tehát a háború második szakasz orosz szemszög alapján, arról szó, hogy bekerítség és megsemmisítség az itteni, nagyon jól beáll, ö, beásott és nagyon magas harcértékű ukrán katonákat. Ez hetek óta nem történik meg, szépen lassan egyébként sok helyen előre halad az orosz erő, de nincsenek olyan látványos sikerek, amelyekre nagyon régóta igénye és szüksége van a Kremlnek. Sőt, az elmúlt héten, Inkább katasztrofális hétfőállás építési próbálkozások voltak, ahol egyes becsések alapján 70-80 harci eszközt és több száz katonát veszített az orosz fél, és ez csak egy próbálkozás volt. Tehát itt alapvető hiányosságok és hibák vannak az orosz fél részéről, de mivel nagyon kevés információ jön el, jut át hozzánk, ezért a pontos képet, azt nehéz megalkotni, de azt lehet látni, hogy nem úgy haladnak a dolgok, ahogy azt a kremében elképzelték. További célpontokat tekintve elmondható az, hogy, hogy igen, Dombasz környéket, hogy maradt a célpont Oroszország számára Luhansk és nek területeinek a, az elkülönítése, a meghódítása úgymond, csak egy kicsit más stratégiával? Hát a háború kezdető óta, hogy folyamatosan lejjebb ad az igényekből az agresszor fél. Tehát az elején még teljes hatalomváltást akartak, és Kijevet is ugye megpróbálták elfoglalni, és most már meg, úgymond megelégednének azzal, hogyha a Donetszki és a Luhanski területeket elfoglalják, és ezeket az úgynevezett Donetszki és Luhanszki népköztársághoz tudják csatolni. Jelenleg egy nagyobb város van, ami még a Luhanski területen védi magát, Viszont nagyon nem úgy néz ki, hogy a Donetszki terület városait sikerül elfolni az oroszoknak. Igen, másfajta taktikát alkalmaznak. Az első fázisában a háborúban kicsit vakmerően, kicsit a valós helyzetet nem felmérve támadott az orosz fél, és nagyon meglepődtek, hogy egy viszonylag jó védekező, és hát egy beásott védekező ellenféle találkoznak. Ugyanez a helyzet egyébként most is, legalábbis ukrán részről kelt Ukránában de az oroszok lassabban megfontoltan haladnak, és elvileg a hagyományosan jó eszközeikre, tehát a tüzességre támaszkodva próbálnak meg előrehaladást elérni. De mondom, nagyon lassan történnek a sikerek, látványos siker még mindig nincs, és Ilyen látványos kudarcokat viszont sikerül felmutatni, például a múlt heti építkezési próbálkozás. Minek köszönhető, hogy az ukrán fél, az ukrán csapatok ilyen jól bírják a sorat? Ugye itt egyesek szerint egyértelmű az, hogy a, a fegyverszállítmányok, illetve bizonyos katonai erőknek az erősítése az segíti csak Ukrajnát, de hogy az a kérdés, hogy meddig bírja ezt így Ukrajna? Itt most két válaszom is van. Az egyik az az, hogy nem látjuk egyébként, hogy az ukrán hadsereg milyen állapotban van. Az orosz hadsereg nagyon van képünk, de nem látjuk azt, hogy az ukránoknak még mekkora a morálja, mekkorák a veszteségeik. Az, ami átjön, az azt mutatja, hogy itt egy kiválóan védekező és egy hatalmas, nagyon magas morálra rendelkező védőről van szó. Valószínűleg ez nem is áll messze a valóságtól, de valószínűleg iszonyatos veszteségei van az, ukrán, az ukránoknak is, de ne felejtsük el, hogy ők vérekeznek. Tehát nem szoktam általában Lenintől idézni, most kivételt teszek, azt hiszem ő mondta azt, hogy végső soron mégis a, a katonáknak a morája dönti el a háborút, hogy képesek-e meghalni azért, amiért harcolnak. Úgy látszik, hogy az ukrán katonák inkább meghalnak azért, hogy védjék végy, a saját országukat, mint a támadó oroszok, akik miért is harcolnak? Hogy elfogadják Donetskot és Luhanskot. Tehát ezek nem olyan célok, amikkel igazán magasan lehetne a harci morát tartani, vagy éppenséggel be lehetne vonzani az, az orosz hadseregbe a katonákat. És ugye azért is egyik központi kérdése ennek a háborús helyzetnek az, hogy melyik felett mi mozgatja, hiszen ez a helyzet kihat a mi mindennapi életünkre is, ugye mind a magyarországi, mind a romániai állampolgárok, illetve az Európai Unió minden tagállamának az életére, állampolgárainak az életére kihat. Szóval ez azért is kérdés, hogy mikor lehet vége ennek a, ennek a helyzetnek. Itt az Európai Unió számtalan szankcióval élt már Oroszországgal szembe, egy újabb hetedik szankciócsomagot készítenek, amiben úgy tűnik, hogy nincs egyetértés az európai tagállamok között. Legfőképp Magyarország az, aki megvétózza ezt az olajembargót. Na most az a kérdés, hogy Magyarország Hova helyezhető ebben a, ebben a képletben? Egyesek szerint orosz barát, mások szerint orosz ellenség, attól függ, hogy honnan nézzük. Ön Oroszország szakértőként, Oroszország szempontjából, szemszögéből nézve, akár egy ilyen kis tagállamot, Európai Uniós tagállamot, mint Magyarország, hogyan kezelhető Magyarország álláspontja akár az, az olajembargó kérdésében? Hát, hogy azt, hogy mi most barátságos vagy ellenséges ország vagyunk-e, Oroszország számára az elég könnyen kideríthető. Nézzük meg, hogy rajta van-e Magyarország a barátságtalan országok listáján, ahogy egyébként az összes EU és NATO rajta van, mi is rajta vagyunk. És ez, ez azt mutatja, hogy minket nem, mint, mint, Magyarországot tekintenek, hanem Magyarországot, aki tagja a nato és az EU-nak. Az ellenszankciók, amiket 2014 után is most is ellen ellenszankciót Oroszország, ezeket mind érvényben Magyarország Magyarországgal szemben is. Tehát ugyanolyan elbírálása van Magyarországnak, mint akármelyik más NATO vagy, vagy EU tagállamnak. Viszont szankciókra visszatérve azt látni kell, hogy Oroszország esetében a szankcióknak két fajtája van, hogyha most ezt ennyire valami látványos, és nem túl látványos. És az a, a jelenlegi helyzetnek az iróniája, hogy a látványos szankciók azok, amik, amik, igazából nem hatékonyak. Tehát az, hogyha például most uh, holnaptól mindenki leáll az EU-ban az orosz energiahordozókról, az például nem felhagyja az energiahordozóknak az árait, és az rövid távon még jól is uh, 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 Oroszországnak. Viszont a kevésbé látványos szankció az, ami már egyébként 2014 óta is elindult több területen, és az, azóta csak súlyosbodott, például a technológiai szankció. Oroszország nem fogja tudni modernizálni nyugati technológiai és befektetések nélkül se a gazdaságát, ami ugye nyersanyag kibányászásra épül, de eljön az az idő, amikor a hadseregét sem. És ez gazdasági és katonai biztonsági szempontból nagyon hamar nagy sok elő fogja állítani Oroszországot, de ez hosszú távon érvényesül, és nem látványos, és ezt úgymond nem is lehet eladni, hogy na látjátok, mi valamit teszünk Oroszország ellen. Nyilván nem Oroszország szempontjából lehet ezt megvizsgálni, de muszáj rá kérdeznem, hiszen több elemzésben is arról olvastam, hogy Magyarország előbb vagy utóbb ebbe az olajembargóba is belemegy, hogyha nagyon kemény árat fizet az Európai Unió Magyarországnak ezért. Mi lehet az, amire szüksége van ebben a helyzetben Magyarországnak? Mi az a biztonsági garancia, ami miatt egy ilyen olajembargót is akár bevállal Magyarország? De erre a kérdésre csak úgy tudok válaszolni, hogy a témával foglalkozó eh, gazdasági szakembereknek a véleményét megpróbálom átadni, és eh, tehát sokan hangoztatják azt, hogy ez egyébként sok pénzbe, de sok időbe telne Magyarországnak, hogy átálljon más olajszármazékok feldolgozására. Viszont ö, például az, az, árakat azokat úgy számolták ki, most adott pillanatban, hogyha most át akarnak állni, ennyibe, ennyibe, fájna. Viszont, hogyha megszületik egy ilyen ö, embargó, bennem felműl a kérdés, hogy akkor nem csak Magyarország fogja az infrastruktúráját átépíteni, akkor ezek az árak fel fognak emelkedni, vagy, vagy sem. De mondom, itt van például egy időtényező is, és ö, tehát vannak bizonyos fizikai korlátok, amik szerintem minden Európai Uniós felett arra kényszerítenek, hogy ezt az embargót a retorikában mondjuk támogassa, de időbe egy picit kitolja. Van egyébként egy kicsit cinikus véleményem is, szerintem a szankciók nagy része akár ki is játszható. Tehát közvetítőn keresztül akár még vásárolhatunk orosz olajat, ezt láttuk más országok esetében is, nem hogy egy dolog a szankció, a és más dolog a szankciók betartatása. No igen, de akkor mi vethet véget a jelenlegi háborús helyzetnek? A szankciók úgy tűnik, hogy van hatásuk, elsősorban eddig a gazdasági hatásukat és a politikai hatásukat érezhettük, de nem hoztak olyan hatást, hogy igen, az orosz fél, vagy az ukrán fél azt mondja, hogy, hogy megadjuk magunkat, és akkor ezt nem folytatjuk így tovább. Mi hozhat pontot ennek a folyamatnak a végére? Hát vagy egy totális ukrán veszteség, bocsánat, egy ukrán vereség, aminek, hogy ez mikor valósulhat meg, ezt nem látni, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen állapotban van az ukrán, az ukrán hadsereg, viszont az, hogy Putyin nem jelentett be tömeges mozgósítást. Tehát nem jelentette be, hogy most már háborúban állunk, és akkor beívatunk több százezer embert. Ez azt sugalhatja, hogy orosz szemszögből úgy látják, hogy nincs a jó állapotban az ukrán hadsereg, és meg tudjuk ennyi erővel is oldani. Tehát lehet, hogy sokkal gyengébb és közelebb van ez a vereség ukrán szemszögből. Orosz szemszögből meg el kell érni valamit, amit el tudnak adni győzelemként lehet, hogy ez a Donetsk és Luhansk elfoglalása lesz. Ennyi idő után még lehet Donetsk és Luhansk elfoglalása győzelemként az orosz nép számára? Hát ezt az orosz médiának kell majd megoldani, és szerintem ezt meg tudja oldani. De például a Mariupol elfoglalása talán már lehet ilyen. De ma már kimondhatjuk azt, hogy Mariupol orosz fennhatóság alá került teljesen. Uh, igen, itt most egyébként ki kell, hogy javítsa magam, pár órával ezelőtt voltam uh, rádióban is, és akkor még nem voltam benne biztos, hogy a hírek azok azt jelentik, hogy minden um, az osztályban védekező ukrán katona megadta magát, vagy csak a sebesültek. Mostanra számomra is kiderült 99% bizonyossággal, hogy minden ukrán katona meg megadta magát. Um, ami akár azt is sejtheti, hogy itt háttérben megegyeztek az ukránok és az oroszok, hogy adják át az Azov harcosokat. Cserébe Ukrána fel tudja mutatni, hogy megmentettem a katonákat, Oroszország meg végre fel tudja mutatni, hogy elfogadtam ezt a várost. Viszont a mai nap, ez hiszem a legfőbb ügyész Oroszországban kérte az Azov, mint szervezet, terrorista szervezetként való elismertetését. És hogyha most ezt elfogadják, és terrorista a szervezet lesz, nem tudom, hogy a hadifoglyokat ilyenkor ki fogják adni. Ez mit jelent gyakorlatilag, hogyha terrorista szervezetként kezelik? Feltételezem, hogy megállapodtak arról a hátében az ukrán és az orosz képviselők, hogy, hogy akkor a hadifoglyokra, vagy elmehetnek az oroszok által megszállt területekre az azov tagjai, és ezeket majd orosz hadifoglyokra fogják cserélni. Viszont nem tudom, hogy mennyire változtat a helyzeten az, hogyha időközben meg terroristáknak terroris. ítélik őket. Tehát szerintem ez, ez hatja, de mondom, ezek még csak az első hírek, egy-két napnak el kell telnie, hogy ezekből valami valóság legyen. A NATO bővítés kérdéséről mindenképp egy rövid gondolat erejéig beszélnünk el. Ugye Finnország és Fédország csatlakozása, uh, ismét felborzolta a kedélyeket, azaz van-e mitől tartani a Oroszországnak, hogyha ez a két állam is csatlakozik a NATO-hoz? Oroszország abból indul ki, hogy milyen képességei vannak a NATO-nak és a NATO tagállamoknak, és uh, most is állomásosztott a mentén katonákat uh, Oroszország, még akkor is nem fúj a finnhatármentélyen Oroszország Oroszországot, de az oroszok nem ebből indulnak ki, abból indulnak ki, hogy kellemetlenséget okozhatnának északon. Tehát ebből uh, a szempontból nézve Oroszországnak fenyegetés, és nagyon nehéz azt egyébként egy átlagos orosznak például megérteni, hogy Finnország és Svédország azért adja fel a semlegességi politikáját, mert tartanak attól, hogy az Oroszország most háborúba ment a semleges Ukrajnával szemben, akkor lehet, hogy az ő irányokban is foglal, valamit csinálni. Egyébként az orosz, az orosz politikum több tagja is különböző véleményeket fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, van nagyon radikális volt, valamelyik kevésbé. Én úgy gondolom, hogy arra kell figyelni, hogy az elnök Vladimir Putin mit mond. És a legutolsó hír, amit uh, róla hallottam, a, ezzel kapcsolatban tegnap uh, volt a kollektív biztonsági szerződés szervezetének egy csúcs találkozója, Szent Péter várott, és ott ő azt mondta, hogy nincs probléma a svéd és a finn csatlakozással, viszont hogyha NATO fog ide infrastruktúrát vagy csapásmérő eszközöket telepíteni, az már gondot fog jelenteni. Tehát ő, ő magában az, hogy csatlakoznak a nato az nem gond, az a kérdés, hogy a területükre, ami ugye bizonyos határokat érint, oda mi kerül, mint védekezési. Legalábbis egyelőre ennyit lehet tudni, hogy ezt hangoztatja az elnök. De ugye egyelőre még a csatlakozások is kérdéses, hiszen vannak tagállamok. Hát a csatlakozás az egy hosszabb folyamat. Egyelőre ma a svéd parlament megszavazta, hogy szeretnek csatlakozni a nato -hoz és van az összes NATO tagállam parlamentjének is ezt el kell fogadni, tehát ez még egy, egy hosszabb idő, és akkor még itt van, hogy lehet, hogy valakik megvitózzák, vagy nem vitózzák, meg akkor a háttérben azt is meg kell oldani a diplomatáknak, hogy végül senki ne, ne mert ez nem holna fog megvalósulni. Nem jóslás, viszont egy gondolatra rá kell kérdeznem. Lát ön arra bármiféle esélyt, lehetőséget, hogy mi lehet az a pont, amire Vladimir Putin azt mondja, hogy jó, leállunk, nem folytatjuk tovább? Hát, hogyha Ukrajna egyelőre már lemondott arról, hogy NATO-tól legyen. Valószínűleg meg ez nem elég. Ez hetente változik amúgy. Tehát... Így, így van a háború eleje óta az orosz fél, vagy vagy megelégszik meg nagyjából, amit az ukránok mondanak, vagy, vagy nem, nem elégszik meg. De én úgy látom, hogy azért nagyjából konstans az, hogy ki azt mondják, hogy jó, a nato lemondunk. De arról, hogy a területeinket el, elcsatolják, arról nem. Talán Hogyha mondjuk legalább a krimről lemondana Ukrajna, az elég lenne. De őszintén megmondom, hogy ez szerintem elképzelhetetlen, hogy ezt meglépje Ukrajna. Meglépjék, főleg ennyi idő után. Szóval egy véget nem érő folyamatot látunk most még egyelőre. Szerintem egy, befogyas, egy befogyott konfliktusnak a legnagyobb az esélye ebben a pillanatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és segített egy kicsit letisztázni a jelenlegi mozgásokat. Köszönöm szépen. és köszönöm. és hazai témával folytatjuk, ahogy ígértem, rövid bejátszásban mutatjuk, hogy mi következik. 329 iskola fog részt venni a tanulók kísérleti jellegű egységes felmérésében, jelentette be tegnap egy kereskedelmi televízió műsorában Szorin Kömpjánó oktatási miniszter. Elmondása szerint az iskolákat tanfelügyelőségek és az oktatási minisztérium megállapodása alapján választották ki megyénként és fővárosi kerületenként hetet. A kísérleti tesztelést az alaptantárgyakkal kezdik, a felmérés elemi osztályokban maximum 30 percet, általános iskolában és liceumban maximum 60 percet tart. A tárcavezető szerint a felmérés egyik célja, hogy a tanulók hozzászokjanak az olyan helyzetekhez, mint például a PISA tesztelés, amelyen egyébként a romániai iskolások általában az európai átlagnál gyengébben szerepelnek. Az oktatási miniszter szerint továbbá az egységes felmérés révén a tanárok és szülők információt kapnak az egészségügyi válság okozta lemaradások mértékéről. Erre a felmérésen nem kapnak jegyet a diákok, és nem következik belőle sem a tanulók, sem a tanárok, sem az iskolák rangsorolása. Ha a kísérleti jellegű egységes felmérés beválik, akkor a programot minden iskolára kiterjeszthetik, mondta el Szorin aki megerősítette azt is, hogy el fogják törölni a kötelező félévi dolgozatokat. Helyettük az időszakonkénti felmérések rendszerét vezetik be, amelyekről a tantárgy jellegétől függően döntenek a tanárok. Jegyátlagot csak a tanév végén számítanak majd, tette hozzá az oktatási miniszter. És Kallós Zoltán oktatás, államtitkár van itt velünk az interneten keresztül csatlakozott. Jó estét kívánok, államtitkár úr! Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Kallos úr, ugye már több mint egy hónapja megjelent ez a terv, hogy változik a tanév szerkezete. Egy terv volt, ma már mennyire mondhatjuk biztosra azt, hogy szeptembertől ez az úgymond öt modulból fog állni az új tanév? Ez most már biztos, hogy öt modulból fog állni a, a, a tanév, ugye? Ezt már nagyjából mindenki ismeri, és hogy, ahogy a felvezetőben is elhangzott, ezzel kapcsolódnak majd más változtatások is, amelyek még így sem lesznek lényegi változások. A legfontosabb változások majd csak 2023 őszétől fognak életbe lépni reményeim és reményeink szerint, és ezek pedig az új tantervekhez fognak majd kapcsolódni. De maga a felmérésnek a módszere, ahogyan itt a bejátszásban is hallhatták, láthatták a nézők, az változik-e szeptembertől? Hiszen azt igazából újabb hírből tudjuk, hogy most 326 iskolában tesztelik le azt, hogy a diákokat hogyan lehet egységes országos szinten felmérni év elején és év végén. Na de mikortól? Hát azt még nem el, hogy mikor lesz országos szinten bevezetve az egységes felmérő. Ez az első etap, ez az első lépcső, ugye 326 iskolát fog felölelni, és lesznek közte elméleti liceumok, általános iskolák, lesznek vidéki és városi környezetben működő intézmények, viszont nem lesznek, és ez nagyon lényeges, nem lesznek anyanyelvű, oktatást szolgáltató intézményeképpen azért, mert gyakorlatilag ez egy, ez egy elég ilyen gyors ötletelés folytán létrejött próbatesztelés lett, és hát sikerült egy megállapodást, egy rövid távú és gyors megállapodást kötni egy, egy céggel, aki ezt, ezeket a teszteket a minisztérium, a minisztériumnak ingyen oda ide adja majd, de uh, magyar anyanyelvű tesztek például nincsenek készen. Ugye nagyon rövid az idő, ami ezek, uh, ezeknek a teszteknek a, 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 az adminisztrálásáig eltelik majd a következő, következő két-három hétben, úgyhogy anyanyelvből nem lesznek. Uh, elsősorban ez, uh, a, azt szeretnénk, olyan következtetéseket szeretnénk levonni ezekből a tesztekből, hogy uh, az új élethelyzetben hogyan tudnak a diákok alkalmazkodni, hogyan teljesítenek. Ugye ezt, ezt, szeretném mondani, hogy semmiféleképpen nem szeretnénk egy plusz stresszt helyezni a diákokra, éppen ezért ezek, ezek, a, ezek a tesztek, ezek a próbatesztek, ezek, ezek nyomán nem lesznek osztályzatok beírva a naplókban, és a távolabbi elképzelésekben pedig az szerepel, hogy úgy az év elején, mint az év végén lesznek majd ilyen egységes, vagy többé-kevésbé egységes tesztekkel mérve a diákok, ugyanis én nem hiszem azt, hogy teljesen egységesíteni lehet, ugye gondoljunk csak abba bele, hogy nagyon sok esetben vannak speciális igényű diákok, akik, a, normál úgymond oktatási intézményekben vannak integrálva. Ugye az elmúlt évek tendenciája az, hogy mindenféleképpen szerettük volna ezeket a gyermekeket integrálni az oktatási intézményekben, annak érdekében, hogy a társadalom is könnyebben elfogadja majd, illetve ők jobban tudjanak majd alkalmazkodni korban a társadalomhoz. Úgyhogy nem gondolnám azt, hogy teljes mértékben, száz százalékban lehet majd ezeket a, ezeket a teszteket egységesíteni. Államtitkár úr, ugye most akkor ebben a 326 iskolában, még ebben a tanévben, kipróbálják ezt az egységes tesztelési lehetőséget, és amennyiben úgy bizonyul, bizonyosodnak meg arról, hogy igen, ez működik, akkor a szeptemberi tanévben, már az év elején, és akkor az év végén is a diákokat tesztelni fogják? Ez a mércéje annak, hogy ezt jövőre bevezetik, vagy sem? Én nem venném biztosan még azt, hogy a szeptemberben már úgy fogjuk kezdeni a tanévet, hogy egységesen tesztelni fogjuk a diákokat minden évfolyamon. Um, ennek egy egyszerű oka van, véleményem szerint. Ugye most egy, egy magáncégnek a, a platformát fogjuk használni, amit értelemszerűen nem fogok most említeni azért, hogy nem minősüljön reklámnak, viszont úgy gondolom, hogy az lenne a, a, normális alap élethelyzet, hogyha az Oktatási Minisztériumnak meg lenne a saját tesztelési platformja, és ugye nem igaz az, hogy egy egész országban nem rendelkezünk annyi szakembere, hogy kidolgozzák ezeket a, ezeket a teszteket, amelyeket majd adminisztrálni lehet első évfolyamtól, ugye gyakorlatilag végzős évfolyamig minden, minden szinten. Még egy kérdést engedje meg, itt említette a tananyagnak a módosítását. Értsem ezt úgy, hogy jövőre változik a tanév szerkezete, de a tananyag minősége, illetve mennyisége az nem egyértelmű, hogy változik jövőre ezt én azt úgy fejezném ki magam, hogy egyértelműen nem változik még se jó, se rossz irányba. Reméljük, hogy jó irányba, pozitív irányba úgy tud, úgy, úgy tud elmozdulás történni, hogyha a pedagógusok, akiknek ugye az elmúlt időszakban kihasználva a koronavírus járványt is, annak minden rossz és jó oldalát, ugye kihasználva ennek a pozitív hozadékát, a pedagógusok azért nagyon-nagyon sokszor pluszban dolgoztak annak érdekében, hogy a technika vívmányaival és minden egyébben fel tudják venni a versenyt, és ahhoz, hogy az oktatási rendszer egyre jobb és versenyképesebb legyen, de sajnos egyelőre uh, tantervek, új tantervek szeptembertől még nem lesznek, csak a tanév szerkezet fog megváltozni. Valamelyest, az sem teljes mértékben, ugye gyakorlatilag modulok lesznek, de nagyjából uh, ugyanezek a tanulási szakaszok, amelyeket, amelyeket rövidebb, hosszabb vakációk szakítanak, meg ezek voltak eddig is érvényben, csak hát fél évekre volt osztva a tanév. Ez változik. Ám titkára, egy aktualitásról is kérdezném, nagyon kevés az időnk, de muszáj megkérdeznem, hiszen Marosvásárhelyen vagyunk, és az Erdélyi Magyar Televízió is itt van Marosvásárhelyen, és hát a katolikus iskolának a helyzete az az itteni, és hát az országos kedélyeket is eléggé borzolja az elmúlt időszakban. Egy olyan aktualitás előtt állunk, azaz, a helyi tanfelügyelőség az Oktatási Minisztériumtól várja annak a lehetőségét, hogy administratíve a katolikus iskola diákjait a Bújai Liceum diákjai alá úgymond átszervezhetik -e egy helyi tanácsi döntés értelmében. A minisztériumra várnak tehát. Mit lehet erről tudni? Mikor és hogyan reagálhat erre a minisztérium? A mai nap folyamán is foglalkoztam ezzel a kérdéssel a minisztériumban. Uh, mindenféleképpen lesz egy uh, valamilyen uh, formájú írásos, uh, uh, egy átirat, ami el lesz küldve a viszont azt kell, hogy mondjam, hogy uh, ahhoz, hogy uh, ezt a uh, gyors évvégi... Uh, kényszerű átszervezést égre, hogy csak ez nem kell, ez nem szükséges minisztériumi útmutatás vagy jóváhagyás, ugyanis ez a tanfolyadőség hatásköre. Én nagyon sajnálom azt, hogy féltek meglépni azt, ami, ami gyakorlatilag az ő feladatuk lett volna. Ugye sajnálom, és valamilyen szinten elnézést is kell kérek azoktól a diákoktól és a szüleiktől, akik most, ha jól tudom, akkor holnap székelyudvar helyre fognak menni, annak érdekében, hogy vizsgázhassanak, ugye, aki teológiai szeretne jelentkezni annak egy ilyen vizsgán kell részt vennie. Ezt a egyszerűen megoldhatta volna, ugyanis a romai katolikus teológiai osztály, osztály lévén Ilyen szak, ilyen akreditált szak van a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, Marosvásárhelyen, úgyhogy a tanfolyóség simán kijelölhette volna a Bolyai Farkas Elméleti Liceumot, mint olyat, aki ezt a vizsgát megtarthatja, és minden további nélkül ezt ez helyben lehetett volna konyolítani. Akkor van és um, lesz, lesz remélem... egy minisztériumi úgy irányítás átirat, hogy igen, ezt meg lehet tenni? Hát igen, hogy az az ő hatáskörük gyakorlatilag. Természetesen <laughs> meg lehet tenni, <laughs> <laughs> az tudja, hogy meg lehet tenni. Uh, Pont az volt a gond, és pont azért lett megtámadva, és az indoklásba is, amivel ugye az iskola meg lesz azzal, hogy a minisztérium gyakorlatilag átlépte a saját hatáskörét akkor, amikor Miniszter rendelettel alakított, hozott létre oktatási intézményt holott, ez, ennek a menete egy helyi tanácsi döntés, döntéssel kell kezdődjön. Úgyhogy most megint nem szeretnénk azt, hogy átlépjük a hatáskörünket, és akkor ezért megint támadhatóak legyünk. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy ennek a történetnek a végére hamarosan pont kerül, és én remélem, hogy zavartalanul fogják folytatni a, a már amennyire zavartalanak lehet mondani az adott helyzetben tehát hogy a tanulmányékat fogják tudni folytatni a Marosvás diákok ebben az iskolában is. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy sikerült kibogozni Köszönöm. ezt a helyzetet, és szép estét viszontlátásra. Köszönöm. Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak ma este. Holnap is várjuk itt a 24 pluszban Farkas István kollégám lesz itt önökkel. További szép estét a viszontlátásra.